Sokat nem értünk el azzal, hogy többet birtokoltuk a labdát, mert kihagytuk a helyzeteinket. Köztük egy büntetőt, aminél kevés nagyobb lehetőség adódhat egy meccsen. A rövid passzok sem sikerültek, és ha ezek sem mennek, akkor természetes, hogy nem nyerünk. Ez a csapatunk, ebből a keretből kell hétről hétre alkotnunk. Ha az ellenfél tér felén és a kapu előtt hibázunk, az nem sok jót jelent. Próbálunk megoldást találni a helyzetre, de eddig még nem sikerült. Talán az az első olyan mérkőzésünk volt, amikor nagyon-nagyon zárt volt a csapat, és nagyon fegyelmezett volt a védekezésben, és úgy érzem, hogy ennek a mérkőzésnek ez volt a kulcsa, és ezt az egygólos vezetésünket ezért meg tudtuk őrizni végig. A gólig azért kiegyenlített volt a játék, aztán a gól után nyilván a honvéd automatikusan följebb kapcsolt, de ebből adódóan azért a kontratámadásaink nagyon veszélyesek voltak, és akkor ott azért az Adamovics kapufájára gondolok, itt a Remélynek a helyzetére is gondolok, azért ebből lehetett valami gólt lőni.